Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Hál' Istennek a technika vívmányait tudjuk használni. Leküzdöttük az akadályokat, sikerült. Európa egy olyan különleges, misztikus, ősi helyéről szeretnénk bemutatót tartani ma este. Inkább fordítva, hogy ahova érdemes minden évben akár elmenni. És mi jártunk egy páran tavaly, sőt, az egyik barátunk idén szilveszterét is ott töltötte. Jó pár barátunk a egyetemben, de aki most jelen van velünk, az Isten barátunk. És ezért ezeket az érzéseket szeretnénk átadni, megéreztetni veletek, önökkel, hogy milyen is ez a hely, ahol más világba kerül az ember. Spanyolországon belül is ugye a katalán föld egy különleges hely azért is, mert hogy nem spanyolul beszélnek az ősi nyelv, nem spanyol, hanem a spanyol és a francia keveréke, ezért katalánul beszélnek az őslakosság. Ezért is különlegesség ez a hely talán mások számára is. A legtöbb embernek Spanyolországról a viadalok jutnak eszébe, de hát nem csak erről szól a spanyolokon. A Spanyolországon belül, még azon belül is, ugye Montserratról szeretnénk a mutatót tartani, és Barcelonától van egy kicsit följebb. Méghozzá itt jobban látható ez van. Itt ez a rész az. Tehát itt van Barcelona, és itt van Montserrat, Monestival. Azután nem csak a Bika viadalról, hanem talán egyes híres emberekről, akár Salvador Daliról is ismertebb Spanyolország, vagy pedig Cervantesnek a Don Quixote-éről is hallottak már sokan-sokan. Egy érdekes mű, ami a 16. században született. Mi is az, hogy misztikus, mert én úgy gondolom, hogy ez egy misztikus hely. A misztikus annyit is jelent, hogy szent hely. Évvel kezdődött ennek a helynek a története. 28.000 évvel ezelőtt jó Istenünk teremtette egy Istenanyánkat, és az Istenanyánkkal közösen született 6 fiú és 6 leány. Ezekből a gyermekekből 3 itt született Montserratban. Tehát ezért is ilyen régi ez a történet, méghozzá Szent Mária Magdala, Szent Margit és Mátyás, Szent Mátyás. Mária Magdala és Margit elsőként ikrekként születtek be. És ugye azt is tudnunk kell, hogy ettől az időponttól kezdve, 28.000 évtől kezdve, nemzés útján szaporodtak az emberek, a Jóisten gyermekei. Mert hogy addig teremtés volt. Addig teremtett emberek voltak, és csak férfiak voltak a Földön. Volt úgy, hogy 400 vagy 800 évesek is voltak, és voltak köztük 6-12 méter magasak. Mindaddig láthatóak akár az egyiptomi piramisokban, vagy más egyéb helyeken fellelhető azok az ábrázolások, amikor egy oroszlán test és egy ember fej, vagy egy ló test és egy ember fej. Látható különböző ábrázolásokban, különböző filmekben is lehetett ezt látni. Nem véletlen volt, mert hogy akkor ugye nők még nem voltak, de viszont azok a férfiak állatokkal is együtt lettek, és ebből lettek ezek a szülemények. De miután megtörtént ez az esemény, a 28.000 évvel ezelőtti esemény, utána már ilyen nem lehetséges volt. Nem lehetett. Megakadályozta a Jóisten és az Öregisten is. Tehát utána már csak teremtés,
vagy nemzés útján szaporodhattak az emberek. Ugye? Nem tudom, hogy ki ismeri föl Mária Magdalát, gyermeke Inanna kezében, Szent Margit és Mátyás királyunk. Ez például a kolozsvári téren lévő Mátyás szobor gyönyörűséges. Érdemes oda is ellátogatni. Például lehet, hogy hallottak már Istár istennőről, nagyon tüzes menyecskeként ábrázolják, mesztelen felső testtel, egy, láttam egy ilyen képet, de ezt nem akartam most ide letenni, ő volt Mária Magdala egyik előző életében. Szent Margitról a magyar emberek sokat hallottak, van egy az András, Kovács Magyar Andrásnak a könyvébe a képzelete csak a valóság újra fölül, ebben elég részletesen a Szent Margit életéről leírás, hogy milyen nem könnyű élete volt. Mátyás király például egyik előző életében, Jézus idejében, ő volt Boldizsár király. Vagy ő volt harmadik Béla királyunk, negyedik Béla királyunk, vagy akár második Rákóczi Ferenc vezérlő fegyedelme. Sok-sok híresség fordult meg eme helyen, Montserratban, méghozzá többek között ugye Jézusunk is, de nem még így, hanem úgy, hogy megjelent Szűz Máriának és Mária Magdalának is beszéltek is. Tehát testet öltött, nem csak fény alapban jelent meg, hanem testet öltött. És ugyanakkor ő figyelmeztette a veszélyre is Szűz Máriát és Mária Magdalát, hogy el kell hagyniuk ezt a helyet, mert hogy a Róma úr ismét tudomást szerzett a tartózkodási helyükről, és hogy menjenek tovább Francia honba, méghozzá ott is a katalán földre. Szűz Mária ugye életében is volt, és sokszor, többször megjelent Montserratban, fény alakba is. Szűz Máriával együtt ugye annak idején 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemből, amikor elmenekültek, Szűz Mária, Mária Magdala, Inanna és Nándor, ők mind itt voltak. És annyit kell még tudnunk arról, hogy Inanna Szent Annának az egyik előző élete. Nándor, akiért a harang szól, ugye Hunyadi Nándor János, ő volt az, Boldizsár királynak egy szerelem gyermeke. Tehát ő már Jézussal is együtt éltek ugye Jeruzsálembe, és ott mindenre fogékony volt, és amikor az Jézus egyik helyen tanította az embereket, Nándor meg a gyerekeket a másik téren esetleg volt ilyenre is esemény. Jövünk, hogy ilyen is történt. Ugye, hogy lehet ez a hely, ugye szent hely? Mert hogy szentjeink itt jártak. Ugyanakkor magyar vonatkozása is van, Attila királyunk, vagy az Isten ostora. Attila is járt itt, és nem kevés adománnyal támogatta a helyet azért, hogy járt tegyenek le, és itt mindig is tudják azt, hogy a szentjeink itt születtek, és itt jártak. A másik ilyen vonatkozás Gyula vezér, akiről elég kevés képet lehet találni meg akár az interneten, de 880-as években járt itt, és ő is hatalmas adományokat adott ennek a helynek a felépítéséhez, továbbfejlesztéséhez, és abban is segítkezett, hogy hogyan nézzen ki. Ezt pedig isteni sugallatra kapta meg, a jó Istennel közvetlen kapcsolatban volt Gyula vezér. És ő mondta meg, hogy mit, hogyan tegyenek. Annak idején, 2000 évvel ezelőtt, amikor Mária Magdalának is el kellett innen
menekülnie, akkor volt itt egy fekete Madonna szobor, méghozzá annak idején Mária Magdala úgy kapta ezt Szent Pétertől. Azért, hogy bocsánatot kérjen Mária Magdalától, amiért annak idején úgy viselkedett vele, és hogy nem fogadta el igazán őt. Ez a szobor, amikor elmenekültek, elrejtették egy alapútba, egy barlangba, és befalaszták. Nándor készítetett erről egy másolatot, és azt hagyták ott. És amikor megjöttek a romaiak, azt el is vitték magukkal. De az eredeti, az megmaradt. És amikor Gyula vezér itt járt, és már előtte is, egy különös fényt láttak a hegyből. Magasra fölvilágító fényt láttak, és nem tudták ezt mire vélni. Gyula vezér is látta, és a csapata, csak hogy ők pontosan nem tudták mire vélni ezt, mert hogy ők pont a fényjelenség alatt voltak a hegylábánál, és így nem tudták behatárolni, hogy ez különlegesség, hanem azt gondolták, hogy ez a holdnak egy játéka a hegyekből, mert ugye, hogy gyönyörű szép nagy hegyek, majd látják a videókat, vagy a fényképeket, hogy milyen csodálatos hegyvonulat van ott körülötte. És így ő nem figyelt erre föl, de viszont az ott élő pásztorok látták ezt, hogy ez a földből jön föl ez a fény, ezért megkeresték, megkutatták, felkutatták, és sikerült nekik ezt a falat lebontani, amivel befalaszták, és megtalálták újfent ezt a Fekete Madonna gyermekével szobrot. Ami másik nagy királyunk, Szentendre királyunk, az 1200-as években szintén nagy-nagy adományokat adott a helynek a fenntartására és fejlesztésére. Majd a későbbiek során Mátyás királyunk, nem is tudom, hogy miért, ő is hozzájárult ennek a helynek a felélesztéséhez és a továbbfejlesztéséhez. És nagyon szerette Montserratot, sőt a spanyol földet is. Többször járt Montserratba Mátyás király, még hihetetlen. Ő hangzik, mert erről a történelem órákon nem hallottunk. Sőt, körbe is hajóztak több alkalommal. És a kedvenc helye a Spanyolország déli része, a Gibraltár közelében lévő Estepona volt, és azt gondolta, hogy na majd öreg korára esetleg, amikor már átadja a királyságot az utódjának, akkor majd oda fog letelepedni a tengerpartra. Ugye az előzményekből én ennyit gondoltam érdekfeszítőnek, vagy egy kis kíváncsiságot felkeltőnek, hogy mennyire mélyre és végre nyúlik vissza ennek a helynek a története és a kapcsolata velünk. Ugyanakkor ezek a királyaink, őseink mindig biztosították az útvonalat is, ami ugye 2000 kilométer, akárhogy is nézzük, és nem tudom, hallottak-e arról, hogy voltak ilyenek, hogy képes fák, hogy mit jelentett az? Mi lehetett az, hogy képes fal? Nem az, hogy képes valamire, hanem képes fal. Hát, ha majd elmennek akár Dögösre, ott is van képes fal. Mert egy fán ott van egy szentünknek a képe. Képes fák azért voltak ezen az útvonalon, hogy azok voltak a pihenőhelyek, és annak környékében meg lehetett szállni is akár, vagy élelmet lehetett vásárolni a környékbeliektől, de a képes fákkal jelölték az útvonalat is meg a zarándokoknak, mert hogy sok-sok magyar ember kizarándokolt akár gyalog vagy lóháton annak idején 2000 kilométert. De nem csak ide, hanem Csesznahovába is, fényes hegyre.
Csesznahova, ahol mind a mai napig egy páros kolostornak az utódai, a pálosok vannak most, már de szerint sajnos a római katolikus egyház elveit valva élnek, de a fehér palásné megmaradt, meg a megnevezésük. Jó pár évvel voltunk ott, Csesznahovában, Andrással, csodálatos hely. Ott is egy fekete Madonna kép van kiállítva, és igen, annak is megvan a saját története és jelentősége. Hogy egy pár képbe előzetesen bemutassak, hogy ízelítőt, hogy milyen csodálatos helyen van az emberi akarály Montserratban. Hogy az ember úgy érzi, mint amikor kimegy ide a teraszra, hogy a világ tetején van. A felhők fölött voltunk. Száraz lábban, nem repülővel. Tehát ott hömpölygött a felhő, és alatta még 900 méterre volt a fenti falu. Csodálatos, ugye a hegyek itt vannak, és itt lebukik mögötte a felhő, és megtalál, hogy nincs hegy, itt van több hegy, erre is. És ahogy lebukik, ez 7 óra 28 perces. Látom. 7 óra 49, másképp néz ki, és másképp szépen hömpölő. Egy kis másik nézetből. Vagy amikor a távolabb lévő hegyek fölött árnyékik a nap, hogy milyen csodálatos, és még mindig vastag a felhőzet. Azután már majdnem 8 óra, már kezd itt látni, itt lent az út. Itt egy kamion, egy pötnyi. Most már láthatóak a hegyeknek a teteje. A templom térre, ha bemegyünk, ez a nyitott égi kapunak a helye, ez a kör. És ilyen szép díszítésekkel van körbe véve. És előtte a tér, egy ismerősöm is van itt, és itt nem annyira jó a fény. Úgy látom, ez a kedves feleségem. Csodálatos érzés itt lenni. Belül van, a Isten háta mögött van a Szent György szobor és a Szent György kápolna. Méghozzá a hátunk mögött van most Szent György, de ahogy látjuk, és itt van Isten anyánk szobor, közelebb meg itt tekintve, csak nem annyira kontúros. És egy kis csipet csapat jött össze, és nem is beszéltünk mindjárt össze, csak egy páran. Remélem, hogy az idén többen leszünk. Csináltam már egy költségvetést, de nagyon sürgősen kell leadni a jelentkezéseket, mert már egy hét alatt a 100.000 forinttal nőtt a 25 főre kiszámolva a szállás. Egy hét alatt. Az ára a szállás nem csak. Tehát a szállás a fontos. A busz az ugyanannyi, de a szállás az vagy hogy se, vagy nem lesz hely. Csodálatos a környék. Elmentünk egyedbe, én egy 3-4 napot szeretnék, vagy 4 éjszakát eltölteni itt, hogy körbejárni ezt a helyet, föltöltölni, minden nap elmenni az Istenjánkhoz, tiszteletünket tenni, és itt kirándulni azokat a helyeket, ahol a szentjeink jártak, azokat megkeresni, és megérezni annak a helynek a rezgését, csupalatát. Lehet, hogy ismerős egy pár embernek, csak most annyira nem látszik, itt is van egy fényfal. Isten anyánk a fényképével, és itt lefotóztunk. Itt most jobban látok. Nem lehet a kontraszton állítani?
nem az igazi. Jó. Köszönöm. Van fölfelé egy kis segítség is, a videóból látható lesz, hogy egy egyetlen drótpályán, csak hogy egyik megy fölfele, fölhúzódik ott a vége, és itt van az átjáró, és egyetlen egy drótkötél van, csak össze van kötve a két kis vonat, ez lépcsős vonat. És a tetején is ki lehet nézni, mert az is üveges, és lehet látni a táj, csodálatos érzés oda fölmenni. Így is, ezt is érdemes kipróbálni, van egy lefele is, meg van egy lefele a városban egy fogaskerekű is, meg még egy libegő, amit az István barátunkkal kipróbáltunk. Elmondhatom István, megengeded? Biztattam, hogy menjünk rá. Hát azt mondja, hogy én nem szeret ezt a magasságot. Beszélgetünk, sétálunk, és azt mondja, tudod mit? Meghívlak én. Menjünk rá. Ráveszélhetője. És akkor szépen a libegővel, az most majd lesz a videó, azzal lementünk, fantasztikus élmény volt. Ugye elment mellettünk a másik, hogy elkerült, mintha elsuhat volna olyan gyorsan, és a 900 méter szintkülönbséghez van fönt két, egy, ahogy az indulás, két oszlop, és utána már csak lent. Olyan hosszú kötél. Ég és föld között libegni, egy fantasztikus érzés. Annyi fotót készítettünk, hogy nagyon nehéz volt egy párat összeválogatni, de mégis egy kis ízelítőt, mert unalmassá se szerettem volna tenni a dolgot, de azért itt látható, hogy ott a lent a templom, és feljöttünk a pályára, és mentünk tovább innen a fönt egy Mária Magdala hely is van fönt, de a Mária Magdalának van egy, kapott annak idején, amikor idejöttek, egy teremtett házat, amit a Szent György kápolnával meg lehet tekinteni, be lehet kucskálni, de most már nincs itt van az ajtó, mert zárt tettek rá, mert amikor az Andrásék még ott jártak 2008-ban, akkor még csak egy kallantyús ajtó volt, most már zárt, lezárták, de azért sikerült lefotóznunk azokat is. De azt nem tettem fel, majd aki eljön, megnézi. Mi a motel részében, vagyis a apartman részében voltunk, és onnan sétáltam éppen valamszóra. Baloldal látható a hotel rész, ott a templom szemben. Ez 15-én reggel készült ez a kis videó, csak még körbe adtam, hogy és ez már ez a apartman rész, itt a papoknak van, a gyerekeknek a játszótér, és újból látható a videó, és mondtam, atya ég, hogy milyen csodálatos. Amikor mentünk fel a hegyre, elég szuszogósra vettük még a dolgot. Jó idő volt, mert a 30 fok körüli hőmérséklet, kellemes lágy szellővel, és itt látható ott az előbb, amikor utattam a harangra. Csak közben lépcsőzünk. Olyan érdekes ezek a domborulatok, ugye a hegynek a domborulatai, mintha gyurmázták volna.
Azt mondta a Hegedűs Marika, hogy hasonlatos a Pilisben lévő, egyre sikerült rázumolni a templom előtti térre, a Pilisben lévő rakott kövek hasonlatosak, mint ezek. A technika is. Amikor ugye az előbb láttuk, ami lent voltunk, és ott láttuk a felhőket, és most még följebb jöttünk. Mentünk a hollókat etetni. A Gergis Tibiék is, a Hegedűs Marikáik minden évben ott vannak, ez pedig már megyünk a Isten agyászoborhoz. Ha időben megyünk, akkor nem kell sokat várakozni, de ha már 8 óra magasságában mennek oda, akkor már hosszú temetsorok vannak. Gyönyörű szép márvány, az angyalok kifaragnak. És gyönyörűséges volt azok a hullókkal is ott találkozni, magáról is lesz még. Ha jól emlékszem, itt van, hogy a lépcsőn megyünk föl, ott van a Sára nevezetű szentünk. A Sárikán meg is mutattuk. Meg az Isten barátunk. Amilyen puritán kívülről a templom, belülről nagyon szép. Itt már meg lehet a gyertyákat gyújtani, emlékül, hogy ott jártunk, és ezt mi is hoztunk haza ebből a gyertyákból, és 4-5 nap folyamatosan még. 4-5 nap, amit mi tovább is. Rengeteg színesben, mi lilákat hoztunk, nem tudom mi. Tudjátok? Itt ilyen becsületkasszák vannak, és akkor úgy, de mivel a lilákból kevés volt, és megbeszéltük az egyik intézővel, hogy hozzon nekünk ki a raktárból, mert ott végig bekukucskáltunk is volt. És kis biztatása, anyagi biztatása hozott nekünk. Lila színű. Mert kint csak sárga, meg fehér volt. Ezekből a ládánkba a ketrecekbe, és akkor bentről hozott ki nekünk lilát. Így tudtunk lilához jutni. Most gyorsan összedobtuk mindenki, kinek mennyi kell, és akkor kinek mennyi pénz volt, ebben nem lehetett elvenni, azt a helyet nem lehetett kihagyni. Itt, amikor itt vagyunk az éjjel kapuhoz, és az a pláne, hogy amikor este mi megérkeztünk, fogadtak bennünket a barátaink, és éjfélkor, tehát a 15-én 00:00 perckor itt voltunk, és itt voltunk 00:10 percig az éjkapunk. Ez, amikor megyünk fel a Dróthuté pályán, ez a lépcsős fülkébe, és így felülről így lehet kinézni és látni tájat. Pedig, amit láttátok a fotónál, hogy elég szűk, és mélyen vagyunk itt is, ahogy előre látható, itt a váltás. Egyik oldalt elmegy, ez a másik oldalt a másik, és akkor így kerülik egymást, és egymást ellensúlyozza ki, tehát kevesebb energiával lehet megoldani a dolgokat, ellensúlyként szolgál a másik szerkezet. És ott is összekutottunk magyarokkal. Nem mert Szolnokról vagy honnan voltak, ha jól nézzem. És a templom túloldalában a félkő, az a Szent György kápolna. Ugye milyen érdekes, hogy ez a kialakítása a szikráknál. Mint amikor a homopárt megcsinál egy gyurmázat, és akkor összerakad. Ott jön Szent Babácsi. A
környező hegyek, itt ez az egy vonulat, így néz ki, a környező hegyek már teljesen másos, anyag összetételű és kinézetű is. Nem ilyen a hegynek a kinézete sem. Körülbelül 300 pap van, és 100 diákot tanítanak itt rendszeresen, és itt nagyon nagy Spanyolországban nagyon híres énekkar innen származik rá egy nagyon régi hagyomány szerint, itt, amikor már felértünk a Drótkoté pályával, és itt azt mutatom körbe, hogy ja, és akkor nem egyszer értünk, és most meg beváltuk a hátvédsort. Addig a Németországból jött haza, és úgy jött oda ki velünk. Nagyon kellemes, lankás, nem a meleg azért megteszi hatását, de csodálatos élmény ez a végigmenni. Vannak még egy kicsit kapaszkodók is, lépcső is, de idő volt, úgyhogy nem volt a legont, nem voltunk időhöz kötve. És amikor minden majd mindjárt látjátok, hogy lenézünk arra, hogy ott a város lent. Összegyűlve, összegyúrmázva az egy széle. Oda megyünk majd föl. És amit elkezdtem, hogy a Gerbis Tibék rendszeresen járnak, és 2-4 holló volt mindig. Üdvözölték őket, és már tudták, hogy megismerték őket, és mindig vittek nekik tepertőt, mangalica tepertőt, meg szalonnát, és hát még érdekesebb volt a dolog, és közelebb jöttek a hollók. Most, amikor mi ott voltunk, majd a filmen is rajta van, 14 hollót számoltunk. Csodálatos volt. Szeretik a mangalica tepertőt. Vannak azért száraz fák is, de a sziklás rész. Milyen ott az út, széles út. Nem verekedni akar, csak várni tudok. A sétapálcát. Ott is van egy kis megerős kis épület, oda és oda föl, azon túl még tovább fogunk jutni. Az előső sárika majd Katika. Vannak a barlangok is, látják, hogy majd oda is lesz ki. Lehetséges, hogy ott is értek, temetik akár. De láttam barlangászokat, vagy hegymászókat is, azt hiszem valamelyik videóval te is van, hogy jó meredek helyen mentek fel. Érdekes, pedig azért. De már még jobb. Itt a Drótkoté pályától, amúgy meg még egy, körülbelül még egy kilométer plusz. De az, ami nem voltunk előző nap, ez már 16-án történt, a 15-én a Gerbis Tibék akkor is feljöttek, de mi akkor nem maradtunk, azért tudtuk megvenni a szobrot, amit elhoztunk, amit a rendelőben is. Ott fogunk is elmenni. Na, szépen körbe lehet menni. Egy kis pihenőt a... Bár még is mondjuk tovább. Van itt egy lépcső, vagy itt fogunk helyezni.
hogy azért teljesen egy útvonalon menjünk. Jó meleg volt a szárkány. Igen. Sugárcik benne. És milyen sem egy szikra, csak és pár fa ott megmarad, de a faluk, azért van ott fa is. Látható. Amit az előbb mutattam, már Ostort vagyunk. Honnan jöttünk. És mi megyünk mindjárt tovább. Csak ezt a szép síget, ezt szerettem volna megörökíteni. Még nem. Még ne ilyet vagyunk, bocsánat. Mert még ez kell megyünk minket. Nem fázta. Vizet kell vinni az emberek magával, mert ha van kiadás, akkor bevételnek is kell utána lenni. Új fotósom. Nagyon szép tiszta volt az idő. És a tájék mindig. Nem győztünk betelni vele azért. Van kedvetek eljönni? Kinek nincs? Már túl sok lesz belőle. Ha még nincs elég területetek hozzá, aztán jön a következő útvonal, ami kicsit puncutabb, erősebb, amihez igazán lehet területek, mert lépcső is van benne. A hegy oldalán fantasztikus útvonalak is vannak, ez még a finomított változat. Igen, előző nap megpróbáltunk egy nagyon sok lépcsős, hát ez lépcső nélküli, vagy kevés lépcső van egy szakaszon csak. Előző nap a 15-én megpróbáltunk egy másik útvonalat, de nem fehér embernek való. A Sárik az Erdélyben biztos, hogy valami ősik vannak. Ez alapján választottuk az útvonalat, hogy rövidebb volt, és azt az egyet nem érták oda, hogy ez az út tiszta lépcső. Tehát a hegy oldalán is, ahol mentek fölfele, van egy korlát, és lépcső, és lépcső, kilométer. Beszélgetések vannak, pihenő itt fent, amit a tényleg a legelején mutattam, hogy na oda fölmegyünk, ez már az a rész. Biztos voltak itt hajléktalanok is, valahogy a paplan majd meglátjátok, hogy is oda. Valaki fölhozta. Valaki készült. Készült. Most inkább elmetélnek ott őket. Hát még fölben vagyunk még szépen. Ott is ott sétálnak az emberek. Ott a lépcsőn fog majd lejönni. És itt ez a kis szűk átjáróba. Itt valaki hagyta a sapkáját is. Itt a hátizsákkal jó nehéz utána bújna. Koptattam a tetejét el egy kicsit. Korlát, elég stabil volt, tehát ott elég jó volt. Volt, ahol még egy pici vízgyűjtő is volt, egyébként csak azt nincs a videó rajta. Ment a selfie. Mondták a sorakozók, hogy mindenki beleférjen. Ott fogunk bemenni majd itt, lesz a lépcső. Azt hiszem, minden nem vettem föl, tehát minden nincs benne. Amikor nagyon szuszokos volt a videóban, akkor azt kikapcsoltam. Egyértelmű volt az útvonal, vagy volt másik is, ahol lehetett fölmenni? Elég egyértelmű volt. Ki van táblázon? Igen, egy része. Mert az előbb is láttad, nem tudom, hogy pillanat, ott volt a tábla.
Tudok egy ilyen kört írtatok? A Katika tudta, meg utána az István. Kört írtatok le? Ilyen cikcak, nem teljesen, nem kört. Ilyen cikcakból lehetünk. Szia! Milyen érdekesek ezek a hegycsúcsok. Ha megnézitek a jobban az István anyának a szobor, az mellett is az a szobor mellett a széken ugyanilyen jellegek voltak. Itt egy kisebb szakasz volt a lépcső, és ott lefele megy a másik, és onnan jöttünk, onnan lehet. Az előbb a kis videó rész az ott volt. Egy kicsit megszorult itt a levegő. Fújt a szél, megint egy kicsit kalicsosabb volt, de olyan érdekes volt ez, sajnos így a videó nem annyira adja vissza, de mégis több, mint egy fotó. De minél meg messzebbre jutunk, annál fáradtam az annak. De miért nem értem? De mi jó, hogy nem volt hideg. Nem kellett sársakra kezdjük. Mennyire egyszerű volt mindenfele vetkőzni, mintha nem volt durrá. Itt meg van jelölve, hogy Mária maggal a háza itt áll, de a teremtett, lehet, hogy volt itt egy ház, de a teremtett ház de a mostani templomnak a helyén volt. Van egy maradék rovok boltívot látható, azt meg is mutatom majd így a videóval. Egy kis táblázó vitták Mária maggal a háza, de nem teljesen pontos az információ. Megszoktuk. Hát volt itt építmény, nőszírom virágot is találtunk, hogy nem virágozó, de annak a levelei több helyen ott voltak. Tehát még a meredek rész mellett is ott volt a nőszírom, meg a láb is. Ott voltunk a szírom, onnan lehet lelátni a templomhoz. Teljesen masszív. Nagyon meredek alatta. Itt nagyon meredek, és ott a templom. És úgy tessék megnézni, mint egy szfinx, mint egy elefánt. El is vannak nevezve ott az elefánt, látod a kupja is? Igen. Tehát arcok, rengeteg arcot találhatsz benne. Itt a spanyolul, vagy angolul el vannak nevezve különböző sziklák. Meg itt ott a repülőt, látjátok? Ott megy a repülő. Tehát a repülő fölött voltunk magasabban. Az a lenti város fölött ment, mi még magasabban voltunk. Itt vannak a sziklamászók, ott az egyik. Ott van. A másik meg ott van. Csak a fény, annyira erős volt a fény, hirtelen nem találtam. Csak utána láttam, ott van, ott a helyben az. Ott pihenget egy kicsit, a másik meg ott van. És a cél pedig oda fölmenni. Van még egy kis feladatok hátra. És onnan lentről jöttek. Azért nagyon mellenek, és nagyon mélyen van, több száz méter mély. És ott a nőszírom, látjátok? Hogy itt fönn. És innen már nem messze vagyunk, még van egy kis sziklásabb terep, és fehér márványt is találtunk itt is a nőszíromban. A sziklák közt fehér márvány. Hát az is bizonyítja azt, hogy ez nem egy magától természetesen készült, vagy úgy lett dolog, hanem ez épített. Csak hát nem olyan kis emberek, mint mi, hanem az égiek építették ezt az egészet. Kicsit játszadozták és megdolgozták is. És több helyen fehér márván végeit láttuk. Itt találtam meg a holónak a tollát, pont itt voltam. Csodálatos élmény volt, amikor ott fent voltunk, megevédeltünk, kocintottunk Tokaji Aszúval. A
ahogy ez illik, és jöttünk visszafele, értem el utolsónak, és valamiért tő oldalra elmentem, és egy holló tollat találtam. És ez mereszkedtező. Jelet kap ilyenkor az ember egy ilyennel. Nézzétek meg, hogy lent az út olyan megszűr. A parkoló, itt ide állnak a parkoló. Ez a templom itt erre van, és a parkoló pedig ott. A fényképek küldése meg az üzenet. Ez pedig a hegytető a legmagasabb pont. Amire így nem négy kézlába gyalogosan meg lehet közelíteni, ugye ez azért. Azért ezt hozzá kell tennem, mert a hollók vannak még kicsit alább, ez is valósonyabban van, de majd mindjárt láthatóvá válik, amikor megmutatjuk a hollókat, hogy azok magasabban vannak, például az is magasabb, csak hogy arra mi nem bírtunk felmenni, hogy nem vezetünk. Inkább az csak a sziklamászóknak van, úgymond alkalmassá téve, mert ők meg tudják mászni. Nem egy alföldi embernek való. Az is tovább képzés az ember. Hát igen. És itt ez az ügyeletes bot, de ott is ott az ügyeletes holló, ott a másik. Már gyülekeznek. Ott látom, van készen is. Valószínű. Pedig adókon nem van. Tehát vannak itt még magasabb pontok, de ezt gyalogosan így ezt lehet legjobban megközelíteni. De azt nem tudtuk, hogy hogyan lehet-e, vagy lehet, hogy azt is ki lehet deríteni, de inkább az, amit a hollók is látogatnak, meg a szentjeink is meglátogattak annak idején, inkább azt tettük. A Gerdis Tibi barátunk az oda lentebbre tett, tepertőt, én meg egy kicsit közelebbre, erre a részén most már gyerekezünk, már többen vannak. Ott is. És érdekes, ha repül a holló vagy a varjú, meg tudjátok különböztetni, a varjú csapkod a szárnyával, a holló meg csak szépen, kecsesen. Nézd meg, hogy tenni kell, és ott van, ott, látod? És leszállt. Kilibegtetett és leszállt. A varjútól ilyet nem fogsz látni sose. Nézd, kettő csapott és már. Ott röpködtek el mellettünk. Fantasztikus érzés. Ilyen közel még csak esetleg állatkertben lehet. Közelebb az ember a hollókhoz, vagy az állatokhoz. Azt is tudni kell, hogy a holló Isten anyának madarai, sőt Szent Anna a madarak védőszentje, úgy is mondhatnánk, hogy a Szent Anna, aki nagyon közel van a madarakhoz. Az István barátunk egy kicsit lemaradt, és akkor utána megjöttek a Tiborék is, és azt mondják, hogy telefonáljuk az István, elmondom. Nincs nagyobb térerő, szépen hangosan meg, merre vagy István? És meghallotta. A hagyományos telefon jobban működött, mint a mobil. A másik. Négy, öt, csak így hirtelen egy képbe. És milyen kicsi a város ott lent, láttál? A Tibor oda rakott neki ételt. Ez olyan jó. 60-70 méter. Én viszonyok mellett egy kicsit nehéz volt követni a kamerával, lássa jól az ember a átbent. Ez a hegy teteje körülbelül akkora területet képzeljetek el odafön, mint mikor dobogókőre fölmegyünk, és fönt vagyunk a hegyen. Tehát egy akkora terület van ott a hegytető mozgásra. És ugyanúgy, mint dobogókőn, körülötte semmi. Egy kis bokor volt ott.
milyen kecses ember, és nézzük, hogy kilibegted, és puf, már lehet is. Nem? A repülési művészet. Pilis Szánton voltunk egyik alkalommal, és egy kirándulás alkalmával, és ott a fecskék köszöntöttek bennünket, hogy 100 fecske. Annyi fecskét még nem láttam, meg van az is videós. Rengeteg, csodálatos volt Pilis Szánton, ott a kápolnánál. És képzeljétek el, most december 21-én Pilis Szánton egy áldásosztó Jézus szobrot avatta. A Polgi előző évben mondta, hogy szeretne következő december 21-re egy áldásosztót, és sikerült összehoznia. A Polgi az a polgármestere. Volt polgármestere, Pilis Szántónak. Most hirtelen nem jut eszembe a böcsületes neve, de a faluban meg a környékben mindenki úgy ismeri a Polgi, mert jó ideig volt polgármester, és nagyon sokat tett annak a helynek a fennmaradásáért és a megvédésért, mert más országból lévők akartak elhelyezni különböző dolgokat, azt mondom, dolog. Ezt nem. Nézzétek meg hányan vannak? Ott is. Ott 3, 6, 7. Ott köszöntöttek bennünket. Ott is egy újítás. Most lehet látni, hogy vagy az összes. De olyan, ezt meg tudjuk mutatni, de ezt az érzést, ezt csak ott lehet megélni. Ezt arra szoktam mondani még, hogy az ember beszélhet sokat, sok mindenről, vagy akár egy szeretkezésről is, de még kinek próbálja, nem tudja, miről van szó. Hát erről is lehet beszélni, szeretettel beszélünk róla, de el kell jönni és meg kell érezni ezt a csodát. Mert hogy ez egy csoda. A töpörtyűt ide vitték le. A Tibi ide vitték le, mert fönte majd látjátok mindjárt az is lesz a hollókot. Közelebb voltak el a 20 méterre tőlük. Én oda raktam arra a része, ott voltunk föl. Innen nézve az is magasan, mikor lejjelünk. Ez a tájjal nem lehet betelni. Attól tartott a Tibor, hogy azért raktam eszembe, hogy én ide raktam itthon tepettét. Egy alján, az nem az. Csak a fényben nem pontosan látta. Barna, de nem igaz. És nem lehet betelni vele. Nehéz onnan eljönni. Azért elég meredek mellette. Tibor most jön vissza az etetés. Ez való kirakta. Meg is a lakot is visszajön. Nagyon kellemes volt. Ott eszeget már az egyik oldal, a másik. Egyik elvett a másik, de a másiknak is illott azért. Sontáztam. Ez kb. Tőlünk 20 méter. Szájában is akkor mindjárt elviszik. Tartalékban. Valamit lenyeltek, valamit nem csak összegyétek. Hát itt álltunk egy nagy távolság. És ott vannak még mindig hárnak. Nagyon jó, örömködtünk.
ilyen örömetek, örömbe legyen mindig részetek, minden évben, minden hónapban, vagy valamilyen hasonlóban minden nap. És merjétek boldognak lenni. Nagyon fiatal hullók voltam, minden nem olyan nagyok, de már jól érzik magukat, hogy itt szakadnak. Sehol máshol nincs ilyen szerintem, ilyen szép, hogy a környezetre is így rálátsz a városra, nézzük, milyen a nagy házak, milyen picinek tűnnek. Nehogy elaludjatok. Na itt a drótkötélpálya. Itt a fülke jön. Ne? Fölfele. És majd ott lent az út, és azon túl van a fogadóállomás. És itt van egy oszlop, meg még egy oszlop alá, és ott lent a fogadóállomás. Messze-messze. Így lassulnak pedig a félkörfele, de kettő egymás mellett mennek, akkor már különbség van, de elég, amikor rajta van a tehet, akkor eléggé belóg az adott drótkötél. Körülbelül egy 20 félünk benne, ilyen fülkében. Ha gondoljátok, a lent ott a lenti fogadó részen van ott egy vasútállomás, és éppen, és utána van egy kis hely, egy nagyon finom házi boltáron. Katalán bolt meg kell kóstolni. Oda nem megyünk majd oda. Itt, amit pillanatra láttatok, az a másik drótkötélpálya, meg még van egy fogaskerekű is, az fölött van. A másik drótkötélpálya pedig ide lejön az a fülkés. Csak nem egybe van, hanem két különböző. Itt van egy útvonal, másik fajta útvonal is, ami hát a katolikus egyház híveinek van kiépítve, most különböző stációkkal, feszülettel és egyéb nyalásánkkal, én nekem az annyira nem fogott meg. De a fönti rész az inkább az oszlop mellett, hogy elhaladunk is, ott a mélység pedig alatt. A fülkében, ahogy beszélgetnek, igen, ez, annak a zaja hallatszik. Meg a kicsi rés, mire az ablakok vannak nyitva, vagy van rés, és ott a kamerát éppen itt is kitette a srác, ez a második oszlop, és utána nincs. Utána már nincs oszlop, csak a mélység. És fúj be a szél kellemesen. Itt közel van, és utána pedig tessék, hogy nézd az utat. Oda fogunk bevenni. És láttátok, hogy több oszlop nincs. Ott az autók lent a parkolóba, és itt jön mellettünk a másik. Fölfele mennyire lentebb van a kötele még neki. Ugye hosszú onnantól mi oszlopunk, így mi mellett most elmentünk. Csak elsopa. Abban elsopa volt.
És hogy az, mit láttatok az elején felhőket, az itt hömpölyögtek. Ennek a hegy részének nem neki a felhő az, amit láttatok. Itt egy folyó is van, és még most nem is lehet, hogy itt fújtana. Ott van a kis hely, ahol finom volt lehet. Meg kell kóstolni. Az a hegynek a teteje se látszódott a felhőbe. Már nem voltak képbe. Hát olyan magasan volt. Nagyon érdekes ez a látvány, ugye. Sok vékony kolbász összeragadt. Összeragasztunk. Picik az emberek még mindig, pedig már nem messze vagyunk a fogadó állomástól. És itt egy folyó. Mögötte pedig a vasút állomás. Van még egy videó, majd ezt végig, ha marad idő, akkor ezt megnézzük. Hagyom a Sárikát meg az Istvánt is még, hogy mutassák az ő szemszögükből. Lehet, hogy jól érzi magát. És nézzétek arra föl. És oda megy fel. És onnan mentetek tovább, gyalog. Itt csak sétáltunk egyet, meg megkóstoltuk a bort, és utána visszamentünk egyet. Tehát magyarul bort csak a bátrak hívhatnak, akik bemennek. De nagyon külön borokon, hogy figyelmes lemenni. Az 10 euró egy oda-vissza volt, vagy? Oda-vissza 10 euró. Kb. 20 percenként. Látod, hogy milyen lassúnak tűnik, és mennyire behajlik a drótkötél a következő tartószlopig.
kérdésekkel fogadják, hogy milyen volt a kirándulás. Aztán van egy komolyabb kérdés is, milyen érzésekkel jöttél haza, érkeztél. És a legkomolyabb az a felkérés során kaptam, hogy mit jelentett neked a Monserrati út. Hát egyszerű szavakkal leírni elég nehéz, amit jelent egy ilyen utazás, amit átélt az ember, mert az ember hajlamos túlzásokba esni, hogy nagyon jó volt, csodálatos, nagyon csodálatos volt. Ez mindig az, csak nem tudja az ember átadni azt az érzést ezekkel a rövid szavakkal, amik ott megfogalmazódnak. Talán a legjobb szó erre az, hogy felemelő élmény egy Monserrati utazás. A hegy egy igazi természeti csoda, ahogy láttuk. A környéken nincs hozzá hasonló. Az emberek, illetve a hely egy különös erőnek ad otthont, amit az emberek ebben a Fekete Madonna szoborban tisztelnek. Úgy vettem észre, hogy a látogatók 70%-a az a hely szépsége, a hegy különlegessége, és egy bizonyos kíváncsiság miatt indul el, hogy mi az az erő, ami a maradék 30%-ot oda vonza. A 30% közül volt néhány a kedves barátaimmal. És a 30% számukra szerintem egy belső késztetés, a hitük miatt indulnak el. Akik tudják, ez a 30% tudja, hogy képvisel ez a hely, hogy Isten anyánk szent helye, már egy misztikus utazásnak számít. Egy ilyen utazáson az ember tegyen fel bármilyen kérdést, bármilyen témában önmagának, arra biztos, hogy választ fog kapni az út során. Ha egyedül utazik, akkor a belső hívből, kísérő segítséggel érdemes figyelni a jeleket, az égen, az út során, vagy pedig a barátaitól, akik hiteles vezetők is, akikben bízhat, akikre számíthat, ők ismerik és őrzik a hely titkait, és szívesen megosztják. Monserrat tele van titkokkal, néhány kép ezekről a titkokról. Ez a katedrálisnak a hátsó része, a Szent György kápolna, a Fekete Madonna szobor, Isten anyánk szobra, egy üvegfallal van elválasztva, de azt a gömböt a jobb kezében mindenki megérintheti. Gyönyörű ólomüveg ablakok, Szent György szobor, aztán jelképek a padlózaton, titkokat őrző helyek, de egy kis merészséggel és ügyességgel ezek a fénybe ül. Ez a teremtett ház. Ez az a teremtett ház, amiről Isten beszélt. Szobrok, kis-mini eldugott jelképek és emlékek, amiket az ember a kirándulásról talál. Mi minden nap
minden kiránduláson felmegyünk a hegyre, ami nem könnyű túra. De jó társaságban élmény minden perce ennek a túrának. Az olajfák hegye, innen gyönyörű panoráma nyílik az úti célunkra, illetve ezekre a kivételes hegycsúcsokra, amik így el vannak nevezve. Piros közé. Itt az elefánt. Ezt pedig múmiának vagy elefántnak hívják. Ugyanúgy. Köszönöm. Gyönyörű a kilátás. De Montserrat éjjel is nagyon szép. A katedrális homlokzatát látjátok? Ez a másik. És az égi kapu a katedrális előtt egy átrium veszi körül. És ez a kör a tér közepén. Ott helyezkedik el az égi kapu. Rengeteg mécses világít a katedrális oldalában, Isten anyánktól kifele jövet, a szobortól kifele jövet. A főtér, és a másik irányban pedig Barcelona fényei láthatóak a távolban. A másnap reggelek mindig különös kíváncsisággal indulnak. Mindig meglepetések érik az embert, meglepetésekkel teli. Csodálatos fények, nagyszerű érzések, mintha az ember a mennyországban járna. Szintén. Igen, és hogyha a figyelemmel és megérzésekkel van az ember, akkor csodákat is láthat. Erről beszélt van? Erről? Nem hiszem, hogy nekem erről. Az a hely, ahonnan ezt fényképeztük, egy kereszt, egy kiugró szikla szírten helyezkedik el, és a Gerlis Tibor, aki hát igazi követője, igazi Montserrat kedvelő, ő vette észre ezt a fényjelenséget. Mögöttünk volt a nap, mi pedig fotóztuk a katedrális, illetve magát ezt a helyet, és akkor volt kivehető egy szivárvány a felhőben. És a szivárvány közepén pedig a keresztnek, az egyenlőszálló keresztnek a sziluettje. Aztán ahogy néztük, fotóztuk, egy ilyen folyosó alakult ki. A csapat két részre volt osztva, a másik rész, az pedig alulról látta ugyanezt. Tehát lentebb volt, jaj, bocsánat, lentebb volt a palagon, ugye? De lementek. Igen, ott van egy kápolna, vagy egy barlang, és akkor ők azt látogatták meg. És ugyanezt látták? Hasonló dolgot, bár ők inkább egy alapot vélték felfedezni a misztikus ködben, ahogy ott oszlott el körülöttük. És hát mindig eljön a hazautazás pillanata, mindig nagyszerű élményekkel és sajnálattal indulunk, hogy maradnánk még tovább. De hát nem csak az odavezető út, nem csak a hely, hanem a hazaérkezés is ugyanolyan fontos, mert itthon veszed észre azt a különbséget a megérkezésnél, hogy mivé lettél, hogy tulajdonképpen mit kaptál az út során. Ugye jönnek a hétköznapi valóságok, az a szokásos kerékvágás, és
csak néhányan képesek arra, hogy akár egy pillanatra felidézzék ezeket a élményeket. Vagy éppen elraktározzák valahol belül. Köszönöm szépen. Én ennyit szerettem volna. Remélem, hogy sikerült néhány élményt átadni. És biztatném, hogy jöjjön mindenki, aki most itt van. Augusztusban. Köszönjük szépen, ez csodálatos volt. Azzal kezdeném, hogy véletlenek nincsenek, és mégis azt mondom, hogy véletlenül keveredtem a szerepbe. Ugyanis az Ákos fiam kiment külföldre dolgozni, és mondta, hogy jön haza augusztus 15-ére, ahova mindig együtt szoktunk menni. De ő most úgy döntött, hogy Tefle Istvánékkal elmegy Monserratba. És akkor mondtam, hogy júj, akkor most hogy legyen tovább. És akkor felhívtam Istvánt, hogy Ákos is szeretne menni. Én mondtam, hogy örülne, hogyha én is társulnék. Gondolkoztam rajta, hogy éppen abban az időpontban új résztelepem vége van, lehet, hogy jól is esne egy kis kirándulás, annyira régen voltam már úgy nyaralni, hogy csak ugye a saját kezdelésemből, és mondtam, hogy akkor belevágok, társulok. És úgy alakult, hogy Ákos nem jött. Ő itt lakott addig nálam, ő itthon maradt, és én mentem el helyette. És mondta, hogy ez nem lehet véletlen, tehát ha neki nem jut eszébe, akkor én valószínűleg nem fogok elmenni erre a helyre egyedül, és nem terveztem volna be. Ha most vetítenem kellene, akkor szerintem sírnék. És nem tudnám a fotókkal igazából átadni azt az élményt, ami berészem volt. És ha akkor nem is igazán éreztem, mert túl sok minden történt egyszerre. A hazajövetel után napokig úgy éreztem, hogy nem tudok megszólalni. És azt mondtam, hogy nem fogom tudni soha senkinek átadni szóban, csak utalni rá, hogy ilyen az az érzés, amikor beállsz a templom előtti átriumos térre, az égi kapuba, és becsukod a szemedet, és utána döbbenten hirtelen, és ilyetten kinyitom a szemed, és rémülten ránézek a társaságra, és akkor azt mondom, hogy te jóságos Isten, ez engem húzott fölfele, titeket is húz, tehát érzitek, hogy húz fölfele. Ezt nem lehet egy fotóval átadni, nem lehet leírni, és nem lehet elmondani. És akkor mentünk és sorba álltunk az Istenanya szoborhoz. Művésztanár vagyok, rengeteg templomban jártam, rengeteg fotót levetítettem. Mindig azt mondtam, hogy ennél gyönyörűbbet nem láthatok. Nem csak maga a helynek a csodálatossága és gyönyörűsége, az, ami meghatározza Montserratnak a szépségét, csodáját és vonzerejét. Amikor odaérsz magához a szoborhoz, és megérinted azt a gömböt, akkor megráz az áram. Olyan erővel ráz meg, mintha megfogtad volna a kettő húszat. Tehát ezt nem lehet lefotózni, nem lehet levideózni, és nem lehet visszaadni, ezt át kell élni. És amikor fönn vagyunk a hegyen, és a Hefer István levetítette a Dóra útvonalat, és fölérünk, és ott vannak a hollók. Gyönyörű így visszatekintve is. De aki nem állt ott fönn a hegyen, nem nézett föl a felhők fölötti tájra, hogy alatta ott úszik a rózsaszín paplan, vagy egy háborgó tengerhab, és nem látja, vagy nem érzi az annak a szellőnek az illatát, az hiába nézi meg a videót, mert nem érzi át ugyanazt. És
ami ott elhangzik véletlen szavakba, az téged szíven üt. Mert amikor azt hallod a másik szájából, hogy azt az üzenetet kaptad, hogy felértél ide, és most kiérdemelted azt, hogy olyan dolgoknak is részese lehess, amik eddig a számodra titkok voltak, akkor azt úgyse tudod könnyezés nélkül megállni. És visszaérek, vagy visszaérünk, és újból bemegyek a templomba, és akkor már egészen másképp látom, mint művésztanár is a templomot. És bár először az volt az első döbbenetem, hogy eljöttem Spanyolországba, Monserratba, bemegyek a templomba, és a templom díszhelyi között felfedezem a kecskeméti cifrapalota szecessziós motívumait. Tehát el kellett utaznom több száz kilométert, hogy rájöjjek az azonosságra. És utána az utolsó nap, mikor jöttünk el, akkor lépésekbe lemértem a templom hosszát kívülről, és először belülről, és utána kívülről, mert mondtam, hogy nem létezik ilyen templom felépítés. Tehát minden templomnak az oltára ott van a szentély részbe. És itt a szentély rész az Istennyi a szobor mögött van, és mondtam, hogy nem hiszem el, hogy hosszába keresztbe mindenhol egyforma lehet. És igen, az Istennyi a háta mögött, ahol ott van a teremtett háznak a makettje, ott a Szent György kápolna, és az az igazi szentély. És oda nem megy be mindenki. És aki bemegy, nem mindenki érti, hogy ott mi történik. És ezt nem tudod visszaadni, csak ha oda lejussz az Isten anya mögé, és fölnézel a mennyezet freskóra. És akkor megérted, hogy miért vagy ott. És miért vigyelsz rá hátad mögött Szent György. És azt kívánom nektek, hogy tapasztaljátok meg ezt az érzést. Köszönöm szépen. Hát én is másképp adom elő. Én András előadásait hallgatva rájöttem, hogy milyen különleges érzés lehet az, amikor az ember olyan helyen jár, ahol el tudjátok képzelni, hogy Isten atyánk járt. Isten anyánk járt. Mert Szurdok püspöki ilyen hely, Monserrat ilyen hely. Azt a rezgést szerettem volna megtapasztalni. Mindig ő vágyakozva, ahogy András előadásait hallgattam, egyre inkább és egyre többet vágyakoztam Szurdok püspökibe menni. Szurdok püspökibe is valószínű, hogy járt Isten atyánk is, mert tudjátok, Isten anyánk fényes madár képében ott szállt le, és három gyermekét szintén ott szülte. Hát ezután, a magasztos érzések után nagyon szerettem volna én is Monserratba menni, és párom egyre többet emlegette, hogy menjünk Monserratba, nekünk el kell mennünk. Képzeljétek el, hogy hát én azt mondtam, hogy elvitt engem a Mennyországba, és tényleg oda vitt. Gondoljátok el, már maga az indulás, mikor indultunk? Éjfélkor, képzeljétek el, éjfélkor indulni, utazni, nagyon különleges volt. Elhagytuk Kecskemétet, 20-30 kilométerre mehettünk el, és az első csodálatos és különös megtapasztalásunk volt már. Először csak nézegettem ki az autóból, és egyre jobban merezgettem a szememet, hogy őszinte legyek, mert a betonút két oldalán, a sötét fasoron azt vettem észre, mintha kis felhőcske suhanna. Hol a jobb oldalon suhant előttünk, hol a bal oldalon, mindig jött és mindig suhant. Egy darabig vizsgálgattam, hogy jól látok-e, vagy valami hallucinációm lehet, és megkérdeztem a páromat, hogy te is látod? Azt mondja, hogy ő is látja, de ő se hitte, nem tudta ő se, hogy mit lát. A következő megállónál, pihenőnél, nagy örömmel szaladtunk Istvánhoz, kipattantunk a kocsiból, hogy te láttál valamit? Hát ő is látta. Még el sem hagytuk szinte Kecskemétet, alig mentünk el,
és már egy csoda részesei voltunk. Úgyhogy... Még a parkolóban is láttuk, és ott körözött. Úgyhogy igen, ahol megálltunk, a parkolóban is ott volt. Fantasztikus érzés volt. Hát Montserratba megérkezni, ezt a, láttátok ezt a csodát. Szintén este érkeztünk meg, amikor a hegyen ezt a csodálatos városrészt megpillantottuk. Fantasztikus volt. Tudni azt, hogy olyan helyre megyünk, ahol Mária Magdaléna jött, ahol Inanna, a lányuk, ahol Jézus Urunk is megfordult, ahol Szűz Mária élt elég sokáig. Hát micsoda rezgések lehettek ott. A legnagyobb csoda viszont, amit nagyon vártunk, hogy beléphettünk az égi kapuba. Tudjátok, hogy a Földön egyetlen egy helyen van nyitott égi kapu, és ez Montserrat. Fantasztikus volt. Vártuk a beálltunk, és vártuk az érzéseket, vártuk a csodát, vártuk a különös rezgést. Hát tényleg nagyon különös volt, és nagyon érdekes. Az pedig, hogy fölmentünk, és azzal az Istennel a szoborral találkoztunk, amit Mária Magdaléna érintett, amely előtt imádkozott, amelyet ha befalasztak is a barlangba, kivilágított, gyógyította az embereket. Hát ez fantasztikus érzés volt, oda menni, megfogni azt a gömböt Isten anya kezében, csodálatos volt. Nagy-nagy kíváncsisággal, hiába láttam én a könyvben, benne van a makett, ami mutatja, hogy milyen házban élt Mária Magdaléna. Látni mégis más, fantasztikus volt. Sokat gondolkoztam azon, még ezt meg nem láttam, mindig azon gondolkoztam, hogy hová teremthette Jézus Urunk Mária Magdalénának a házat. Gondolkoztatok ezen? Hová teremthette olyan gondolattal, hogy elrejtse a világ elől a szerelmét, a gyermekét, az édesanyját? Vajon hová teremthette azt a házat? Nagyon sok tippem volt, nagyon sok gondolatom volt, és amikor megláttam, hát tényleg, az égbe rakta a szerelmét. Mert ez az égbe van, ugye? Hát ha meglátjátok Montserratot, valami fantasztikus. És oda menni, és ott megérezni, ott sétálni, hát csodálatos érzés volt. Ezt úgy el se tudom mondani. Aki már érzi Szurdok püspökét, aki már tudja, akinek jelent valamit Szurdok püspökét, az vágyódni fog ide is, mert ez is egy csodálatos hely, fantasztikus. Azt hiszem, nem is részletezem a dolgokat. El tudjátok képzelni, hogy mennyire jól éreztük magunkat, ha minden reggel azzal keltünk, hogy leszaladtunk a térre, megnéztük a csodálatos felhőket föntről, nézegettük, csodáltuk, és amikor harangoztak, az egy jelzés volt, hogy nyitják a templomot. Az a jelzés volt, hogy mehetünk Isten anyánkhoz. Akkor hagytunk mindent, és tépettünk a templomba, és mentünk. Volt, hogy az első voltam. Volt egyik reggel, hogy a pap már jött kifelé, még épp akkor nyitotta ki a templom ajtaját, és jött kifelé, én pedig mentem befelé Isten anyánkhoz. Hát csodásan éreztem magam. Amikor megfogtam azt a gömböt, én annak idején Dobogókőn is mindig ott voltam András ünnepségein, és ott is megfogtam Isten anyám kezében lévő gömböt, és Szurdok püspökiben is. De amikor Montserratban voltam, én azt éreztem, hogy telefonálok. Ugye most kapcsolatba kerültem Isten anyánkkal. Ugyan mit gondolhatok és mit mondhatok én kis halandó Isten anyánknak a telefonba, mert mindent hall. És az egy csodálatos dolog. Arra gondoltam, hogy én most az égiekkel, Isten anyánkkal telefonálok.
Vagy talán mit gondoltok, a Siriusra telefonálunk onnét? Mert ők ott vannak. És hallják a mi kérésünket, a sok-sok ember kérését, aki oda megy, és sok mindent kér Isten anyától. Nekem az volt az érzésem, hogy én most kapcsolatba kerültem a Sirius csillaggal egyenesen. És azzal a csodálatos égi nem társasággal, azzal az égi istenségekkel. Tehát, ha valaki oda megy, én úgy érzem, hogy ez a kis csapat, akik ott voltunk, hívás nélkül mentünk, mert mindenki hívás nélkül ment, de ez az augusztus 15-e Istenanyánk napjára mentünk. És ez úgy vonza az embert. Hát vonzom titeket is, gyertek velünk, mert ez az út fantasztikus. Amikor fönt voltunk a hegyen pedig, a hegytetőn, az az érzés, amikor azt érzitek, hogy fönt vagytok a mennyekbe a felhők fölött, és már semmi nincs tovább, de tudjátok, hogy itt vannak veletek a hullók, Isten anyának az angyalai és védelmezői, és ővelük találkoztunk ott fönt. Nagyon szép volt és nagyon jó. Aki vágyik az ilyen különös magasztos érzésekre, az jöjjön velünk. Elvisz benneteket is a párom a mennyekbe. Gyertek, jelentkezzetek, busszal megyünk, vagy egy tülővel, ki tudja. Mire odaérünk, biztos, hogy repülő lesz belőle. Gyertek velünk, csak egy tudom mondani. Vagy ott fogunk repülni, igen. Fantasztikus út volt, várunk mindenkit. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy az István barátunk is, és a Majánál is, Sánikánál is előjött, és ki is hangsúlyozták, hogy van, aki kíváncsiságból megy. Megnézi ezt is, azt is, amazt is, elmegy egy olaszba, egy spanyolba, és utána volt, amint is kipipál a papás Isten. Aztán van, akit a lelke hív oda. Van, aki meg a szellem. És nem ugyanaz a minőség. Ha a lelkedre hallgatsz, az is nagyon jó. De amikor a szellemed oda vágyik, akkor az egy különleges. De érezzétek meg ezt a lelkiséget, szellemiséget ott, a világ tetején. Köszönöm szépen a figyelmet.